elsősorban a vörösfülű ékszerteknős az elsődleges célpontunk. Ő ugye egy európai tiltólistás faj is egyben, és amellett, hogy tiltólistán szerepel, még jelentős károkat okoz az őshonos teknős állományunkban. A mocsári teknősök állományát jelentősen visszaveti. Az állami védekezés elrendelését követően kerültek ki úgynevezett élvefogó csapdák a Tisza-Besenyszögi árterébe. A csapda egyfajta napozó ágyat kínál a teknősöknek, amelyek a napfürdőzés után lefordulva, arról nem az élővízbe, hanem a csapdába pottyannak vissza. Ezek a teknősök, amiket itt megfigyelünk, illetve befogunk, ezek javarészt, sőt, szinte 100%-ban megunt házi állatok. Az akvarizálók, illetve kisállattartók megunják őket, vagy esetleg költözés áll fenn, és nem tudják magukkal vinni, sok esetben a természetben keresnek nekik a gazdák új élőhelyet. Ez azonban a Tiszában élő Magyarország egyetlen őshonos teknősének, a mocsári teknősnek az élet lehetőségeit rontja. Az ékszer teknős invazív faj, ez azt jelenti, hogy igazi otthona nem itt van. Viszont a Tiszában élő teknős elől például elfogyasztja a tápanyagot. Az Egyesület 24 óránként ellenőrzi a csapdákat, egyrészt azért, hogy az őshonos mocsári teknőst a lehető legrövidebb időn belül visszaeressze az élővízbe, másrészt pedig azért, hogy az ékszer teknőst begyűjtse és elszállítsa. Nagyméretű vörösfülű ékszer teknős, le is kellett fogni a csapdában, hogy nehogy véletlen szabadon eresszük, már a befogás pillanatában. Ugye a egyesületi taktársammal ketten végezzük a munkát, tartjuk a kezünkben az állatot, elég szép méret, és biotikai adatait fölvettük, lemértük a páncélhosszát, ez esetben 27 cm, a kerülete 48 cm, itt a körmei láthatók, illetve a tömege 2,49 kg. Ezt a közel 2,5 kilós vörösfülű ékszerteknőst is egy csapdában találták. A teknősnek ugyan nincs füle. Fültájékon viselt vörös csíkja miatt kapta a nevét. Ezt a Besenyszögnél kifogott példányt a Jászberényi Állatkert fogadta be. Itt biztonságban van, illetve tőle is biztonságban vannak az élő Tisza árterében élő mocsári teknősök. De ilyen esetekben is, amikor egy ilyen idegen honos inváziós állat átvételéről és további tartásáról kell gondoskodni, ebben is partnerek vagyunk. Az állat sorsa a továbbiakban az lesz, hogy már ő is hivatalosan a Jászberényi Állatkert lakói között van, illetve lesz számon tartva. Az egyelőre név nélküli vörösfülű ékszerteknős élete végéig az állatkert lakója marad. Nem lesz lehetősége visszatérni a természetbe, hogy a mocsári teknős élet lehetőségeit rontsa.